Jelentősen visszaesett az elmúlt napokban a fertőzöttségi arány Kolozsváron. A hatóságok eltörölték a hétvégi korlátozásokat, és tegnap már a sárga forgatókönyv szabálya is életbe léptek. Ennek értelmében a vendéglők és a kávézók belső tereit is használni lehet, és újra lehet majd moziba vagy színházba járni. Közel 3 hónap után ismét nyit Kolozsvár. A járványügyi adatok az elmúlt napokban nagyon kedvezőek voltak. A fertőzöttségi arány hétfőn csökkent először 3,5 ezrelék alá. A megyei vészhelyzeti bizottság már aznap meghozta a döntést arról, hogy eltörlik a hétvégi korlátozásokat. Ezt Tasnádi Szilárd prefektus is megerősítette híradónknak. Mától töröljük el a hétvégi szigorításokat, mert mivel 3-5 felett voltunk, csak hétvégi szigorítások voltak, járástilalom és az üzlet kijárási tilalom volt 8 óra utántól, péntek, szombat, vasárnap, és üzletek is 6-kor zártak, de a mai nap folyamán felemeljük ezeket a szigorításokat, lazítani fogunk, és ugyanolyan mértékben a konditermeket is ki fogjuk nyitni. Tegnap újabb jó hírt kaptak a kolozsváriak, 3 ezrelék alá csökkent a fertőzöttségi mutató, így ezután a sárga forgatókönyv lépett érvénybe. Eszerint mától már a vendéglők belső zárt tere is nyithatnak 30%-os kapacitással. Legutóbb február elején volt lazítás a Kincsesvárosban, de akkor csak pár napig tartott. Az éttermek már nagyon várták, hogy nyithassanak, különösen azért, mert a május 1-i hétvége következik. Ennek az étteremnek a vezetője elmondta, felkészültek arra, hogy újra a beltéri helyiségeikben is fogadhassák a vendégeiket, a megfelelő szabályok betartásával pedig akár kisebb rendezvényeket is lehet majd szervezni. Különleges dologgal nem készülünk a hétvégére, viszont mivel az idő is nagyon jónak ígérkezik, ezért reméljük, hogy nagyon sokan lesznek, hogy sikerül a teraszt is betöltenünk, a benti részt is. Reméljük, hogy újraéled az egész város, az egész vendéglátás, és hogy jó sokan fognak itt nálunk ebédelni, vacsorázni akár. A fertőzési adatoktól függetlenül a kormány már korábban úgy rendelkezett, hogy szombat éjszaka országszerte feloldják a kijárási tilalmat, hogy az ortodox hívők is részt vessenek a húsvéti szertartásokon.